Köszöntöm Önöket! Ez a Campus, a Debreceni Egyetem havonta jelentkező magazin műsora. Már is mondjuk az elmúlt hónap legfontosabb híreit. Hipermodern többfunkciós tanulóközponttal gazdagodott a Debreceni Egyetem. Az új épületet a hallgatói igényeknek megfelelően alakították ki. Az egyetem versenyképességét is segítő fejlesztést november elején vehették birtokba a Debreceni Egyetem polgárai. Hipermodern, külső és belső, minden igényt kielégít a Debreceni Egyetem Learning Center-e. Az épületet úgy tervezték, hogy előadásokra, konferenciákra épp úgy alkalmas legyen, mint az önálló tanulásra. Ez azért fontos, mert a nyílt, barátságos, de tanulóboxokkal, intimitással kiegészített közösségi terek lesznek az egyetemi élet hangulati meghatározói. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter köszöntőjében úgy fogalmazott, a multifunkciós tanulóközpont erősíti a Debreceni Egyetem versenyképességét itthon és külföldön is. Ugyanakkor ez a beruházás a felsőoktatási struktúraváltás szimbóluma is. Ahogyan a régi gázfogadó és raktárépület helyén egy korszerű, a mai igényeket kielégítő épület került kialakításra, úgy váltja fel a kizárólagosan közösségi forrásokon alapuló és nem túl magas hatékonysággal működő, a tömegképzést érdemi kontroll nélkül támogató, a építésben maradásban lévő felsőoktatást egy a piaci elveket követő, magas hatékonysággal rendelkező, a munkaerőpiac igényét figyelmevő felsőoktatási rendszer. Minőségben és kivitelezésben is világszínvonalú épülettel gazdagodott a Debreceni Egyetem. Erről már Kossa György, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt. Egy olyan közösségi tér alakul ki, ahol egy újfajta oktatási modell ki tud alakulni, egy olyan oktatási modell, ahol akár csoportosan is tudnak a diákok tanulni, a szabad idejükben is, emellett pedig akár konferenciáknak vagy nemzetközi konferenciáknak tud helyet adni ez a létesítmény. A Debreceni Egyetem nemzetközi versenyképességét is segíti a Learning Center, hiszen a külföldi hallgatók az intézményválasztáskor az oktatás színvonala mellett az infrastruktúrát is nézik, mondta a Debreceni Egyetem kancellárja. Ez a tanulóépület, az a mellettünk lévő sportinfrastruktúra és a hátunk mögött lévő robusztus főépület a hagyományokkal, ez egy olyan környezetet teremt, ami igazán különleges. Az épületet úgy tervezték, hogy ne csak az oktatás hatékonyságát, de a közösségi élet erősödését is segítse, mondta az épület átadásán a hallgatói önkormányzat elnöke, aki hozzátette, az ilyen fejlesztésekben az egyetem vezetése partnere az önkormányzatnak. Mindig kikérik a véleményünket, és meghallgatják kéréseinket, a hallgatói igényeket, mint ahogy azt az igényt is, hogy szükség van ilyen közösségi terekre. A multifunkciós tanulóközpont csaknem 3,5 milliárd forintba került. Ezt részben pályázati forrásból, részben önerőből biztosította a Debreceni Egyetem. Átvették kinevezéseiket a Debreceni Egyetem új professzorai és tudományos tanácsadói. Az okiratokat november közepén adták át. Szilvási Zoltán rektortól vette át kinevezését a 13 új egyetemi tanár és a 3 tudományos tanácsadó a főépület aulájában tartott szűkkörű ünnepségen. A cím megszerzése egy örök időre szóló rang és elismerés. Ezt mondta köszöntőjében az egyetem rektora, majd azt hangsúlyozta, ha a járványhelyzet engedi, reményei szerint a hagyományos doktoravatók mellett professzori befogadó ünnepségeket is rendeznek az intézményben. Nem csak elismerjük a pozíciót, hanem időnként bizonyos témákban munkacsoporttá alakulunk. Tehát az egyetemi tanári kar, az az egyetem projektportfóliójának is, ha lehet azt mondani, egy csúcsra helyezett gazdája a dékánokkal együtt. Gyógyszeripar és a biotechnológia. Ezek is terítékre kerültek a Debrecenben szervezett rendhagyó konferencián. A részben online rendezett tanácskozáson a magyar klaszter stratégiáról és a Pharmopolis Debrecen innovatív gyógyszeripari klaszter működéséről is szó esett. Szilvási Zoltán, az egyetem rektora szerint a klaszter alapú gazdaságfejlesztés a jövő. A Pharmopolis Debrecen innovatív gyógyszeripari klaszter 2008-ban alakult. Az elmúlt 13 évben számos vállalatot vont be a működésébe. A klaszter munkájában részt vesz a Richter Gedeon, de fontos partner az Atomki és a Debreceni Egyetem is. A klaszter fókusz területei a gyógyszeripar és a biotechnológia ágazatai. Az eredményekről és a magyar klaszter stratégiáról nemzetközi konferencián tanácskoztak a szakemberek. Az egyetem rektora online kapcsolódott az eseményhez. Szilvási Zoltán úgy véli, a vállalatok elismerik az egyetem tudásmegosztó szerepét, és ez a kapcsolat már most kézzelfogható eredményeket hozott.
egyetemi gyárakat tudunk felvetíteni, olyan delikát, nagyon magas technológiai szinten működő gyártóüzemeket, mint például a Nemzeti Oltóanyaggyár. Hát ide nem nagyon szoktak egyetemek eljutni maguktól. Úgyhogy az, csak az, hogy eltelt itt ez a 15 év lassan egy ilyenfajta munkakultúrával jellemzett közegbe, így tőlünk se áll távol az, hogy miért ne vállalkozzunk. Az egyetem rektora 2014 óta a Pharmapolis klaszter elnöke is egyben. Úgy véli, a klaszter alapú gazdaságfejlesztés a jövő, amelyhez szükségesnek látja a vonatkozó jogi és pénzügyi környezet kialakítását. Szó volt még a tematikus klaszterek fejlesztéséhez, működéséhez, a gyógyszerészeti és egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kérdésekről is. A Debrecen Egyetem tényleg egyik főiránya az az egészségipari kutatások és a gyógyszerfejlesztési vonal, amely gyógyszerfejlesztésben a neurológiai betegségek a ma az egyik legfontosabb terület, és hát a klaszter egyik fő partner a Richter, amelyik Richternek az egyik specialitása a neurológiai betegségekre fejlesztendő gyógyszerek. Tűzsér József rektor helyettes szerint az ipari partnereknek a szerepe egyre inkább nő a felsőoktatásban, ami fontos célja a Debreceni Egyetemnek. Erre nagyon jó a klaszter együttműködés, és arra alapozva én nagyon remélem, hogy a klaszter részvevők majd becsatlakoznak, és képzik a hallgatóinkat, illetve majd elviszik a hallgatóinkat azokon a területeken, amelyek relevánsak. Az online tanácskozásba Greinstetter Balázs is bekapcsolódott. A pénzügyminisztérium helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az olyan új gazdasági kihívások miatt, mint a klímaváltozás és a koronavírus, új irányokat kellett megfogalmazni. A cél, hogy minél több magyarországi klasztert hozzanak létre, és ezek később a nemzetközi, vagy akár a tengeren túli együttműködésekbe is bekapcsolódhassanak. A klinikai központ új vezetői is átvették megbízásukat novemberben. A két új klinikai igazgató, illetve az új központvezető a kinevezését az intézmény rektorától és a klinikai központ elnökétől vette át. A klinikai központ új önálló gasztroenterológiai klinikáját ezentúl Dinya Tamás Ákosné Pap Mária egyetemi tanár vezeti. Az új reumatológiai klinika igazgatója december 1-től Szűcs Gabriella egyetemi tanár. A járványügyi koordinációs központ vezetőjének pedig Várkonyi István adjunktust, az infektológiai klinika igazgatóját nevezték ki. Szilvási Zoltán rektor szerint az ilyen motivált vezetők keze alatt eredményesen működik majd a rájuk bízott klinika. Szabó Zoltán a klinikai központ elnöke azt mondta, fontos, hogy a betegellátás területein olyan a mostanihoz hasonló átalakítások történjenek, amelyek lehetővé teszik a folyamatos fejlődést és az európai élvonalba tartó kiemelkedő színvonalú gyógyítást. A tavalyi után idén is online tartották meg a Dexpót, így a Debreceni Egyetem kétnapos beiskolázási rendezvényén a középiskolások most is csak a virtuális térben vehettek részt. A Dexpó központi tájékoztatóval kezdődött. Ezt a fiatalok az esemény YouTube csatornáján követhették nyomon, de a videót bármikor elérhetik a diákok. Az online eseményen az egyetem 14 karát tudományterületenként osztották be. Az intézmény a videókban bemutatja valamennyi képzési programját és szervezeti egységeit, és a hallgatók számára biztosított feltételeket. A következő felvételi időszakban jövő szeptembertől az egyetem 67 alapképzési és 75 mesterszakot hirdet meg. A cukorbetegség, az érelmeszesedés vagy éppen a szívelégtelenség megelőzésében és kezelésében is fontosak lehetnek azok a molekuláris kutatások, amelyeket a Debreceni Egyetem végzett hazai kutatópartnerei segítségével. Az eredményekről tájékoztatón számoltak be. A szakemberek klinikailag eddig nem, vagy csak részben orvosolt problémákra találtak megoldást. A Debreceni Egyetem kutatócsoportjai például megtudták, hogyan lehet elhízott egyének esetében növelni a szervezet hőtermelését, úgy, hogy ezáltal csökkenjenek a zsírraktárak, vagy éppen kontrollálni a gyulladt zsírszövetek káros szervi folyamatait. A kutatás során több mint 140 tudományos cikk született. A publikációk nagy része az adott terület legjobbjai közé tartozó folyóiratokban jelent meg. Az is jelzi, hogy sikeresek voltak az eddigi közlési eredményeink, hiszen felhívták a figyelmet ipari partnerek való együttműködés lehetőségére, és 10 ilyen új ipari kapcsolat van kialakulva, majd már kialakult, és már folyik gyógyszerfejlesztés. A 1,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektben a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Központ is részt vett.
Csökkenhet az antibiotikum használata haszonállattartásban, annak a takarmányadalékanyagnak köszönhetően, amit a Debreceni Egyetem kutatói fejlesztettek ki. Ehhez az állatok mikrobiom ökoszisztémáját vizsgálták, és új mikrobiológiai módszert dolgoztak ki. A mikrobiom az élőlényeken vagy bennük élő mikroorganizmusok összessége, amelyek jelentős része a bélben található. A projekt célja az volt, hogy alternatív megoldást találjanak az állatok egészségének megőrzésére. Az előállított takarmányadalék a legyengült immunrendszert aktiválja. Eredményeikre alapozva további projektek indultak, jelenleg például a vadon élő állatok által terjesztett fertőzések kimutatására és megelőzésére szolgáló vizsgálatokat végeznek a kutatók a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal együttműködésben. Ez nem csak a nagyüzemi állattartásban fontos, hanem ez egy népegészségügyi kérdés is, mert a antibiotikum rezisztencia terjedése az állandóan új és új antibiotikumoknak az előállítását tenné szükségessé. A kutatásban a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar, valamint az általános orvostudományi kar szakemberei vettek részt. A ma egyetemistáiból lehetnek a holnap űrhajósai. Ez volt a legfontosabb üzenete annak a nyílt napnak, amelyet a Debreceni Egyetemen tartottak. A rendezvény a Nemzetközi űrhajós Szövetség 33. kongresszusának egyik vidéki eseménye volt, ahová amerikai, szír és francia űrhajósok is érkeztek. A rendezvényen James Shelton Woos köszöntötte a résztvevőket, az asztronauta, aki 5-ször járt a világűrben, és 4 űrsétán is részt vett, azt mondta, céljuk, hogy minél több fiatallal megismertessék az űrkutatás jelentőségét. Ebben a munkában a Debreceni Egyetem is szerepet vállal. Az intézmény űrprogramja a DeSpace keretében például az űrben történő hosszú távú tartózkodás feltételeinek kialakításán dolgoznak, több kar szakembereinek bevonásával. Ennek része a műszaki problémák megoldása mellett a táplálkozással, az élettannal és az űrorvostannal kapcsolatos kutatások is. Kötet bemutató a Debreceni Egyetemen. 10 történelmi témájú kötettel gazdagodott az intézmény kiadványainak sora november elején. Valamennyi az első világháborúval foglalkozik különböző tudományágak szemszögéből. A 6 tudomány is megjelenik a művekben, így olvasható többek között Russzin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának tanulmánya is. A 10 kötetről és a kiadást megelőző több éves munkáról Barta Elek oktatási rektor helyettes elmondta. 2 jelentős együttműködő partnerünk is volt, a Magyar Honvédség és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A szerzők között vannak katonák, a 6 tudományok művelői, mint parancsnok úr, altábornagy úr, vannak köztük történészek, muzeológusok, néprajzosok, folkloristák, különböző disziplináknak a művelői. Hát az egyetemen elég széles az a tudományoknak az a skálája, ahonnan közreműködtek. A rektor helyettes kiemelte, hiánypótló, hogy a kutatók a különböző rendezvények, konferenciák, kiállítások során és a kötetek összeállításakor is a civil társadalom szemszögéből dolgozták fel a nagy háború témáját. Koszorúzással emlékezett meg a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézete az intézmény egykori testnevelőiről november elején. A testnevelő tanárképzés indulásakor ültették el ezt a juharcserjét a Dóczy utcai sportcsarnoknál, az egykori tanárok emlékét őrző bronztábla mellett 2016-ban. Az intézet dolgozói azóta minden évben megkoszorúzzák a fát. Varga Katalin testnevelés és szabadidő sportkoordinátor azt hangsúlyozta, a néhai pedagógusok tevékenységükkel a mindenkori testnevelők munkáját alapozták meg. Hozzátette, a Debreceni Egyetem élen járt abban, hogy a felsőoktatásban is kiemelt szerepet kapjon a testnevelés. November 25-e a Magyar Labdarúgás napja. Ennek alkalmából sporttudományi szaktantermet avattak a Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorlóiskolájában. Az eseményen részt vettek a DVSC Labdarúgó Akadémia és a DEAC ifjú focistái is. Az oktatási intézményben több mint 10 éve zajlik az igazolt versenyzők, elsősorban labdarúgók oktatása, nevelése. Az úgynevezett sporttudományi orientációs szaktantermet kifejezetten számukra alakították ki, ahol az elméleti oktatás fog zajlani. A most átadott teremben az aranycsapatról készült képek is láthatóak. Az átadás napján volt éppen 68 éve, hogy a mieink 6-3-ra legyőzték az angol válogatottat a Wembley stadionban. Az átadó ünnepségen Herceg András, a DVSC labdarúgó akadémia
Akadémia elnöke azt mondta, az oktatási intézmény egy fontos bázisiskolája a debreceni labdarúgó életnek, így különösen örülnek ennek a kezdeményezésnek. Önök a Campus magazint látták. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!